Hírek röviden, köszöntöm Önöket! Ülést tartott a nyíregyházi közgyűlés. Zárt ülésen tárgyaltak a város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás jövőjéről, és 2018 nyaráig meghosszabbították a szerződést az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT-vel. A képviselők óvoda és bölcsőde fejlesztéseket célzó pályázatok benyújtásáról is döntöttek. Ülésezett a hulladékkommandó. A több szervezet részvételével működő egység az illegális szemét lerakás ellen folytatott küzdelmének ez évi feladatairól tanácskozott, hiszen évről évre nő azoknak a száma, akik a hulladékot hanyagul a közterületen hagyják. Átlátható bírósági működés, hatékonyabb ügyfélkezelés. Ez az eredménye a bíróságon történt fejlesztéseknek. A tavalyi munkáját értékelte ma a nyíregyházi törvényszék. A szakemberek szerint a megyeszékhelyen magas színvonalon és gyorsan folyik a bírói munka. Szerda délután a Kálói út és a Nagyvárad utca kereszteződésében két gépkocsi ütközött össze. Az egyik jármű az alsóbrendű útról figyelmetlenül kanyarodott ki, nem adott elsőbséget a védett úton szabályosan haladó terepjárónak és összeütköztek. A mentők a balesetet előidéző sofőrt szállították súlyos sérülés gyanújával kórházba. Az anyagi kár jelentős. A szerencsétlenség miatt a főútvonal forgalmát a rendőrség a helyszínen is ideje alatt elterelte. Súlyos baleset történt csütörtök reggel 7 óra előtt a Sóstói út és Garibaldi utca csomópontjánál. A Stadion utcáról kanyarodott ki egy autós Sóstó felé, de nem vette észre az ott szabályosan közlekedő motorost. A kétkerekű a forduló gépkocsinak csapódott, vezetőjét a mentők kórházba vitték. A forgalmat itt is elterelték, a csúcsforgalomban az autósokat a rendőrök a Garibaldi utcára irányították. Csütörtök reggel 7:30 az Újszőlő utcáról kanyarodott ki egy gépkocsi az Árok utcára, de nem adott elsőbséget a körút felé haladó autónak. A járművek összeütköztek. A személyi sérülés nélkül járó balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. A csatorna csapadék elvezető rendszer tisztítását és kamerázását végezteti a Nyírvévé Nonprofit Kft. A Kálói úton. A műveletek célja, hogy átjárhatóvá tegyék a csatorna hálózatot. A munkálatok idejére forgalomkorlátozást vezettek be az érintett főútvonalon, így nagyobb menetidőre készüljenek az arra közlekedők. Csütörtök reggel megkezdődött a hibás közművek helyreállítása Sóstóhegyen a Templom utcában. Itt váltakozó irányban közlekedhetnek az autósok, a tervek szerint 10 napon keresztül. A kulturális közfoglalkoztatásról, a közművelődési továbbképzésekről, illetve a közösségi művelődésben zajló folyamatokról tartottak régiós szakmai napot a Váci Mihály Kulturális Központban. A fórum célja, hogy bemutassa és megismertesse a közművelődési intézmények munkatársait és a partnerszervezeteket a Nemzeti Művelődési Intézet új tevékenységeivel és szakmai irányaival. Bronzérmes lett a női röplabda bajnokságban a Fátum Nyíregyháza. A csapat a harmadik helyért folyó párharc negyedik felvonásán Jászberényben győzött. Mindezt azt jelenti, a klub jövőre indulhat a nemzetközi kupákban. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyíregyháza.hu-n.